szépen a kedves meghívást. Mit az ennyi? Itt vagyunk, itt lehetünk. És Üveg már mondta, hogy milyen téma legyen. Nem, bocsánat, én javasoltam. Javasolta. A mondani azt egy közösen mondjuk, de lehet szavazni a többségnyel, de hogy elmondjuk akkor, hogy milyen témát válaszol. Igen, elmondom, hogy milyen témát javasoltam, és akkor lehet nektek is javasolni. Hogy ugye általában van egy rutin életünk, kevésbé, nagyobbé, többi rutin, ahol megyünk, intézünk, harcolunk, megoldjunk, elfogadjunk, elkerüljünk, megyünk, és sok mindenben benne szoktunk lenni. De nem fog-e csak úgy elfutni az életünk ezáltal, és csak azt érezni fogom, szétszórtam magamat egész életem keresztül, akkor most mi legyen tovább. Szóval ilyesmi téma, ugye? Igen, igazából, hogy az ember minden alkal foglalkozni, minden érdekli, de igazából nem tudja, hogy mely területen teljesedik ki a legjobban. És ezért szétaprózza magát, és ugye, hogy belülről, tehát nekem annyira nem az intuícióm, hogy én most lecsatornáltam, hogy én miért születtem le, de hogy tudjuk megtalálni azt az utat, ami számunkra a legkedvező, és ahol jól érezzük magunkat, és az igazából a küldetésünk. Igen. Ez jó nektek, mindenkinek? Jó. Vagy van, akinek még van kíváncsi? Én, amit mondott az Ivet nekem a telefonban pár nappal ezelőtt, igen, hogy az elengedéssel kapcsolatosan is, aha, esetleg nekem az arra is szükségem lenne, hogyha belefér így időbe, vagy ide többieknek az... Jó, megpróbáljuk belefértetni. Rendben. Amiről én fogok alapozni, miről a beszédben, az a védikus tudomány. Az embernek a képességei korlátozottak. Szóval maga ember nagyon ritka, amikor rá meg tud oldani és meg tud érteni az egész életnek a működését. Ugye, és ezek a ritka emberek között például egyik, ami eléggé jó sikeresen ez a hirtelen kijött. Ki írta a hét szokást? Stephen Covey. Ő egyik, aki jó, de szerintem ez múlt életnek a folytatása, azért eléggé jól ráérezte, megértette, hogyan működik az élet. Szóval mivel korlátozott lehetőségeink nekünk, mint embereknek, ezért én fogok beszélni a védikus tudomány alapján, jó? A védikus tudomány tartalmaz magába tudást mindenről. Akár a mondjuk házépítészetről, hogy kell építeni a házat. Mert végül nem mindegy, hol van a bejárat, hol van a WC, hol van a hálószoba, hol van a konyha, hol vannak az ablakok. Ez nem mindegy. Ezen fog múlni, lesz-e pénz a családban, milyen veszekedések lesznek, vagy nem lesznek, az egészség milyen lesz, a pihenés, a pszichikai állapot. Szóval a védek ezt nagyon jó, precízen ismernek. Ismernek a gyerek nevelését. Hogy kell nevelni? Miért? Mert az embernek, a gyereknek a pszichikájának a fejlődése megy bizonyos időszakokként, bizonyos stádió keresztül. És ezt ismerne a védes, akkor nagyon pontosan mondja, ebben a korban így kell nevelni a gyereket, ebben a korban máshogyan kell nevelni, így. Akkor a kapcsolatokról beszélnek a védek, a háborúról, művészetről, zenéről, bizniszről, minden tartalmaz a véda. A véda szó azt jelenti, hogy tudás. Ez az magyarul, hogyha magyarra fordítsak. Ezért erre alapítom a mai beszélgetésünket. Miért én erre alapítom? Nem azért, mert ebben hiszek, azért, mert ez működik nálam. Én nem hiszek dolgokban csak úgy vakon, hanem hogyha látom, hogy működik, akkor azt elfogadom. És a védikus tudomány magyarázza, hogy igen, mindenkinek van egy küldetése. A küldetés van globális, ami mindenkire igaz, és ez belül mindenkinek van egyéni
a helyzet, és azt is meg, szóval meg kell, először meg kell érteni a globális küldetést, és utána az belül az egyéni helyzetemet meg kell érteni. Szóval ez így működik. A globális az azt, az nem titok, mindenki akar boldog lenni, ugye? Azért vagyunk, azért csináljunk tevékenységeket, azért van házasság, vagy üzlet, vagy bármi más, hogy legyek boldog. A boldogságnak a igazi összetevője, mondjuk így, miből áll a boldogság, ez a szeretet. Végső sorban. Nekünk, mindannyiunknak, mint emberek, elsősorban szükség van arra, hogy szeretve legyünk, és hogy szeressünk. És végül tudjunk róla, vagy nem tudjunk, de erre törekszünk. Mindenki erre törekszik, ebbe az irányba. Amikor nincsen kitisztítva ez az út nekünk, akkor egy kicsit néha elveszítjük magunkat az élet során, hogy most mi irány, hova irány, mit kell csinálnom, miért engem az nem szeret, miért én nem tudom másikat szeretni. Ez csak akkor van, amikor nincsen tisztán az a megértés, hogy a szeretet az a fő cél mindenkinek. Mert a szeretet ez a boldogság igazán. Ha megnézünk egy kicsit a anya szeretetét, ugye az anyakének van gyereke, ő nagyon boldog. És képes ezért nem aludni, hogyha kisgyereken csecsemő, ugye. És akkor mondjuk fáj a füle éjszaka, vagy hasa, és akkor anyuka nem csak, hogy 3 óránként etetni kell, még ott kell egész éjszaka ülni mellette, segítgetni kis babának minden, de ezt csinálja nagy szeretettel. És ő nagyon boldog, amikor főz gyereknek, takarít, vagy bármi, amit neki próbál csinálni, ő nagyon boldog, mert ez a szeretet. És akkor nagyon aktív. Nagyon sokszor lehet látni, amikor megnő a gyerek már, akkor az anya nagyon gyorsan kezd öregedni. Mert nincs már boldogság, szeretett tárgya, akit kell szeretni, és kezd leépülni. Ugye nagyon sokszor van olyan is. Amikor van gyerek, van kapcsolat, akkor mindig ez a frissesség, és van sok energia. Ez a szeretet. Akkor a küldetésünk szeretet mellett, én egy kicsit most még mielőtt erre kitérem, mert minden nem ugyanaz kell csinálni nőnek, amit férfiaknak. Az miért? Mert más természetű, mint kettő. A férfiaknak van egy feladat, egyféle fajta feladatok, ami egy fajba tartoznak, ott is különböző feladat lesz. A nőknek egy másféle feladat készlet, hogy mondjuk kell, hogy legyen. Ez a normális. Például elmondom miért. A különbség az a férfi és a nő között, hogy mind a kettő külön természete rendelkezik. A férfi, amikor ő gondolkodik, ugye neki általában vagy nagyon analitikus, és akkor nem tud érzékelni a másokat. Ez még jobb, mert férfi nem tud egyszerre lenni analitikus és érzékelni másokat, érzelni. Az nem tud csinálni. Neki ilyen funkció nincs. A nőknek mind a kettő egyszerre mindig működik. Ezért például sokszor nő nem tud dönteni. Most akkor melyik legyen ez, vagy ez legyen? Mert szívem szerint ez legyen, jó, de hát a logikai szerint az legyen. És akkor sokszor nem tud dönteni. Ez normális dolog, hogy nem tud dönteni. Ezért kell egy férj, aki analitikus, mondja, hát nézd, most ez így lesz. Ó, köszi, másképp egész karácsonyig még próbálni kitalálni, hogy legyen. És mivel más a termény, kicsit röviden ezeket mesélek most, jó? Hogyha valaki akarja kicsit mélyebben megérteni, van nekem egy YouTube csatornán ott részletesebben, ugye, mert nem akarok hosszú távon menni. Lényeg, hogy mivel van ez a különbség a kettő természet között, ugye a férfinek még egy kicsit mondom, a neki mikor kikapcsol az intellektuális, bekapcsol az érzelmi, akkor ez vége. Akkor ilyen férfi
mellett katasztrófa élni, mert ő nem tud semmit elérni. Ő csak egy ilyen, egy nagy gyerek, amit kell vigyázni, minden, és csak egy szenvedés fog adni, nem fog adni se biztonságot, se védelmet, semmit nem fog adni egy ilyen férfi. Ezért a férfiaknak mindig fontos, hogy intellektuális rész legyen aktív. A nőknek minden fontos, mind a kettő legyen aktív. És mivel nőnek aktív mind a kettő, az érzelmek egy kicsit erősebbek, ugye sokkal érzékenyebben fogadja, reagálja a nő egy helyzetre, ugyanarra a helyzetre, mint a férfi. Ez fontos, nagyon fontos, hogy legyen, mert akkor ő tud ezzel érzékelés által finom lenni. És ez fontos, mint egy anya, és mint egy feleség. Igen, próbálom nem menni már bejebb tovább ezekbe, mert akkor csak erről lesz szó. Lényeg, hogy ezáltal, mivel más, teljesen más a természete, ezért például sokszor a nő nem tud megérteni a férfit, hogy ezt miért így csinálja. A férfi nem tud megérteni a nőt, miért ezt így csinálja. Sokszor. Ezért egy szempontból nagyon-nagyon fontos megtanulni ezt a pszichológiát, mert ez egy pszichológia, csak védikus, finomabb dolgok vannak benne. Meg nagyon fontos megérteni nőnek, a férfi hogy működik, és még saját magát is. A férfiaknak is nagyon fontos, mert akkor, hogy mert akkor én elfogadom, igen, hát ő, mivel ő ilyen a természete, ő így fog működni, mint a villamos, én elfogadom, a sínen megy, nem? Nem várok el, hogy ha hirtelen megy a sínen egyenesen, és akkor én nem fogok elvárni, miért nem kanyarodik balra a villamos. Mert én elfogadom villamosnak, ez a természete, hogy így megy. Vagy az egyes busz, az egyes vonalon megy, nem fogok 168-as vonalon menni. Miért? Mert van tudásom róla. Ugyanúgy a sínen megy, egy sínen megy a férfi, másik sínen a nő. És nekem ezt meg kell tanulni. És ezért máshogyan reagálja a dolgokra a férfi, máshogyan reagálja a nő. Ezért más a feladatuk. És a küldetésem más lesz, mint a férfinak, mint egy nőnek. Szóval így próbálok itt mutatni, finomítani. Van egy globális, ami szeretet, boldogság, ez mindenki férfi, nő, mindenkinek erre van szüksége, mindenki ezt keresi. Ezen belül már különbséget kell tenni. Férfi egy úton fog szerezni, egy módszeren. Út egy, de módszeren egy kicsit különböző, a nő egy kicsit más, és utána még van a belül, mit kell keresni. Hogy mi legyen a küldetésem, akkor nők között is lesz más. Mely én ezt keresztül megvalósítom magamat, én azt keresztül, ugye. Ami fontos. És ezt kell tudni, mert nem leszek boldog. Például a nőknek a munkával kapcsolatban most mondom, mi az ideális, ami nem lehetséges annyira mostani világban. A nőnek ideális, hogy ő nem dolgozik. Ez a legjobb. De legyen egy nagy ház, legyen nagy kertje, és ő otthon szervezi a dolgokat. Az nem jelenti, hogy nem dolgozik és unatkozik, nagymamára készül, köti a sálokat, vagy zoknikat, hanem ő akkor az otthont varázsol otthonnál. Ugye ez a nőnek a feladata. Ahogy most bejöttünk, mondta Krisztina, hogy na, át van rakva, máshogy volt. Ja, mert más lakásban volt. De ne baj, de lényeg, hogy a nők mindig, igen, de akkor is nők szeretik bútorokat átállítani. Ez normális dolog. Ezt kell csinálni. A bútorokat kell, az nem baj, ez egy jó dolog. Igen, ezek nőknek a dolga. Szóval ők teljesen máshogynak fognak működni. Most ezen belül, ugye megint, hogy van a négyféle, ugye akkor most megint egy kicsit globális kép, akkor van szeretet, boldogság, mindenki erre vágyik, ezt keresi. Akkor máshogyan ez fog megjárni utat férfi, máshogy fog járni a nő, és a nők között van még négy
féle kategória, hogy hogyan fogok ezt megvalósítani. Mind a négy kategória, mondhatjuk isösvények, amit én fogok menni a saját küldetésemben belül, akkor fog jól működni, amikor az első lépést megteszem, és ez mindenkinek alap, megint a férfiaknak, a nőknek. Első alap az egésznek, meg kell tanulni, ki vagyok én. Ez az alap. Hogyha én nem tudom, én ki vagyok, akkor én sose fogok tudni, mit jelent, hogy igazi szeretet, mit jelent, hogy boldogság, és mi az út. Az nem fogok érteni. Ezért mindig az első, hogy én ki vagyok. És ez úgy mondjuk, hogy önismeret. És ennek van többféle réteg. Az egyik megint, hogy én férfi vagyok, vagy nő. Az már jó, hogy valaki tudja megkülönböztetni. Mert ebben világban néha nem lehet megkülönböztetni, ugye? Akkor ez az egyik. Utána, hogy én milyen nő vagyok. Ilyen, olyan, ezt szeretem, azt szeretem csinálni, ezeket a szokásaim, oké, az is van nagyon jó. Akkor lehet megérteni, hogy akkor én, vannak olyan nők mondjuk, akik szeretnek művészkedni, hogy énekelni, táncolni, festeni, verseket költeni. Vannak olyan kategóriák nők. Vagy valami kétkézi dolgot csinálni. Vannak olyan nők, akik szeretnék egy kicsit üzletelgetni, megvenni, eladni, ugye, termelni valamit, ebben részt meg. Vannak olyanok, akik szeretik szervezgetni a logisztikát. Oké, akkor ő rögtön látja, hogyha mondjuk meg kell szerezni egy cégnek a működését, akkor ő fog, rögtön látja, hogy itt erre kell egy ember, arra kell egy ember, arra kell egy ember, az ezt csinál, az az, és akkor azonnal látja egy nagy képet. Van ilyen, ez egy típusuk. Ezeket nem lehet, meg lehet tanulni, de hogyha nekem ez a természetem, akkor én ezt nem kell tanulni, ezt én rögtön érzem. Mint ugye a művész típus, annak nagyon gyorsan fog menni a művész tanulás. A szervező gyorsan fog tanulni, mert érzi. Az üzleti ember, ugye ő is fog menni, érezni, hogy kell gyorsan megtanulni, üzletelni. És van a negyedik, aki szeret inkább tanulni, sok mindent tanulni, ezt is akarok érteni. Ő annyira nem érdekel szervezés, nem érdekel üzlet, hanem ő tanulni akar, szívesen másokat tanítja, megérteni dolgokat, van ilyen típusú is személyek. És akkor ezt is meg kell találni, hogy én itt ki vagyok. Ugye, hogy én mi keresztül akarok tovább érteni, mert ez még nem végleges megértés magamról. Ez csak egy része ennek. Hogy ez már jó, hogy értem, hogy mondjuk férfi vagyok, vagy nő vagyok, akkor ez belül próbálok megérteni, hogy akkor én miben vagyok benne jó. Most a művészetben, vagy kétkézi dolgokban, vagy bizniszben, vagy ilyen szervezésekben, vagy inkább ilyen intellektuális tanulás, tudás. Ezek belül is fontos. Miért? Mert hogyha nem vagyok saját helyzetben, ezeket nem értetem, akkor tényleg, akkor érzelmileg túlterhelve leszek. Például a védikus szempont, amikor mondtam, hogy ne dolgozzon a nő, jobb, hogyha nem dolgozik a nő, az egy általános, de dolgozhat, de csak az dolgozhat, ami tetszik, ami szeret csinálni. A férfiaknak nem. Férfiaknak néha ahhoz, hogy legyen felelősség, fenntartani a családot, vállalhatni kell bármit. Neki jó. De nő nem fog tudni ezt feldolgozni, és akkor családban probléma lesz, hogyha a nő hosszú távon dolgozik azon, amit nem szeret. Szóval ezek belül ilyen finomítások is vannak, hogy mit kell dolgozni. És akkor azon belül még finomabb dolgok vannak, hogy én lélek vagyok. És ez a fő alap. És a világ azt mondják, hogy igazából oda kell bejebb menni. Ez az önismeret, végig ez a lélek. Miért? Mert a többi változni tud. Egyik életben olyan, másik ilyen. Szóval építeni nem lehet az anyagi tulajdonságunkra, úgy mondjuk a testünkre annyira.
Mert ez, hogyha megváltozik, és én erre építem a boldogság felhőkarcolómat, és akkor megváltozik valami, akkor összedől az egész életem. És akkor jönnek, ugye, ismerünk embereket, ment, épített, minden jó, 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 és egyszer csak összedőlt az élete. Jöttek a depressziók, antidepresszántokat szedi, pszichiáter, pszichológus, olyan boldogtalan, és már nem lehet visszahozni embert. Gondolom, hallottatok, találkoztatok. Miért? Mert az alap, amire építed, az nem volt igazi. Mint a ház. Most ugye mondtuk, építeni kell. Fontos. Mi a fontos? Az alap jó legyen, ugye? Mert ha nincsen jó alap, akkor össze fog dőlni valamikor a ház. Most pont a YouTube-on valahol mutatták, hogy valami elmozdult egy belvárosba, valamelyik országba, elmozdult egy kicsit az alap, bedőlt az egész ház. Ezért úgy mondják, hogy ha egy olyan alapra kell építenünk a mi életünket, ami sose változik. Mert én csak egy példát mondom, például, hogyha vannak emberek, akik azt gondolják, hogy mondjuk a pénz a boldogság, pénz a szeretet. Jó, és akkor erre építek. És ha erre építek az egész életemet, és valamikor bármi történhet, és nincs az a pénz, akkor összeomlik az egész életem. Vagy sok minden lesz ilyen dolgokra, hogy építsünk, az valamikor bedől. Főleg halálpillanatban. Mert ugye vannak még a törvények, hogy hogyan működik a halál. Erre kicsit a végén kétszót mondom. És de hogyha mi építjünk a lelki tudásra, hogy én lélek vagyok, és erre építjünk mindent, a sokszor emberek félreértenek, hogyha erre építek, akkor kell hanyagolnom a testemet, a családomat, mindenféle, minden dolgokat kell hanyagolni, akkor nem tudom, megyek Himalájákba, jóginak, vagy kolostorba kötözök. Nem, ez bűn. Így elmenni. Nem szabad. Nekem kell folytatni saját családomba, saját helyzetembe dolgokat. Sose szabad radikálisan semmit változtatni, hanem belül ezt a munkát kell végezni, hogy megértsek azt a lelki alapot, és amikor megértem, akkor arra kell építenem. Akkor fogok látni, hogy mi a küldetésem, hogy ez az energia, amit én fektetek be, erre, arra, sok mindenre koncentrálok, az legyen összpontosítva. És ez nagyon fontos, mert hogy ember szétszórja az energiát, sok mindennel foglalkozik, akkor kudarc lesz a végén. Ezt mondja, van egy ilyen könyv, védikus, Bhagavad Gita, és akkor azt mondja, hogy Vyavasayatmika Buddhi Ekehe Kurunandala. Hogy azok az emberek nagyon sikeresek, és nagyon megvalósítottak, akik megtanultak ezt a Vyavasayatmika Buddhi összpontosítani egy dologra, a tudatunkat. Akkor rendhitetetlen tudatuk lesz. Nincsen nekik stresszérzés, vagy pszichikai problémák. Problémák kívülről lehetnének, ugye, helyzetek lehetnének, de ők nem élnek meg fájdalmokat. Mivel a tudatuk nagyon stabil, rendhitetlen, nem lehet kibilinteni. És utána Vyavasayatmika Buddhi utána azt mondja, de azok a személyek, akik szétszórják a tudatukat, na akkor kész, akkor káó. De akkor mire koncentráljunk, hogyan koncentráljunk, ugye? Az megint, hogyha én elkezdek alapot építeni, akkor fogok kezdeni látni az utamat. Ez nem olyan, nem úgy működik nekem, ide jön valaki és mondja, ez az utad, gyere, ez az ösvény. Nem fogok menni, mert én belül nem látom, belül nem érzek. Főleg a nők. A nők, ők nekik érezni kell. Ők nekik hiába mondasz. Azt mondja, nem tudok ezzel menni, nem érzem jó magamat ott. De ez az érzés először finomítani kell, és pont erre, hogy én koncentrálok, hogy csinálok, folytatom mindent, és kezdek belső dolgokat építeni, megérteni. És ha megértem, akkor kirajzolódik a kép. És akkor fogok koncentrált lenni, és elérem nagy dolgokat az életemben.
És a lényeg ugye, amit mondtam, hogy kicsit halálról is fogok beszélni, mert végül a halál nincsen vége. Semmi. Mert nincsen. A halál nem létezik, ugye. A halál, ez csak átöltözés. Újraindítjuk a szoftvert. Újra installáljuk a gépünket. Ez a halál igazából. Ez a test, az a ruha, ugye, ami elkopik, és akkor vége lesz, de mi utána fogunk folytatni. És most milyen alapra építettem az életemet, akkor arra fogok folytatni a következő életemet. Hogyha nem találtam, nem tanultam, nem gondolkoztam, nem tanultam, milyen alapra építsek, akkor már a probléma már a halál pillanatban lesz. Ugye most nem mesélek, de vannak előadások, hogyha akarjátok, YouTube csatornának adok a nevét, ott mesélni szoktam, hogy hogy lehet, a halál lehet kétféleképpen átélni. Lehet átélni, mint halál, mint félelem, fájdalom, az minden szépséget meg lehet megkapni, de lehet úgy átélni a halált, mint hogyha átmész egyik szobából másikba, vagy átöltözöl. Így is lehet átélni. De erre kell egy magas tudat. De magas tudat ott az alapnál kezdődik ez, hogy én ki vagyok, hogy én, mit jelent, hogy én lélek vagyok. Ezért fontos, hogy hogyan én élek most ezt az életet, hogy hiteles legyen a tudás, ami alapján építek. Mert hogyha nem hiteles tudás, akkor egy hamis, ugyanúgy, mint hogy egy hamis cégből veszek az alapanyagot a házhoz, ugye nem betont, hanem gipszet belekevernek, ugye, akkor összedől a ház. Akkor én keresek mindig, megkérdezem a ismerősöket, figyelj, most fogok építeni, te kit használsz az építéshez, kit nekem ajánlanál, ki a hiteles betonkeverő, és akkor mondja, hát ez a cég, jó, mert ők már nagyon hitelesek. És akkor én rakom a házat. Ugyanúgy itt is nekem kell keresni, meg tudni, hogy mi az a hiteles tudás, ami ezt az alapot nekem segít megalapítani. És akkor utána megyek. És utána így halál pillanatban is lesz. Hogyha van jó alap, akkor nekem én leszek olyan szinten, lehetek, nem automatikusan nem leszek, hanem lehetek olyan szinten, amikor a számszi dzsirnáni a tábi haján, a váni grináteni naparani, ami arról szól, ez a szanszkrit, hogy ez a test olyan, mint a ruha, és ahogy ember leveszi a régi ruhát, és új ruhát felveszi, tehát hasári ráni, ugyanúgy a test is. Vihája dzsirnáni, ne váni grináti, ugyanúgy a test, mikor régi, akkor leveszünk, és akkor felveszünk. De folytatjunk, mert a következő élet ez a logikai folytatás előző életnek. Mint a hétköznap is, meg egy életünk, ez logikai folytatás. Ugye, hogyha én a fiatal koromban sportoltam, vigyáztam a testemre, nem zúztam szét, akkor logikai folytatás az öregkor, hogy sokáig még egészséges, aktív lehetek. Hogyha én fiatal koromban szétszedtem a testemet, akkor logikai folytatás lesz, öregkor, tolókocsi, pszichiátria, meg ilyenek, ugye? Szóval van folytatások, és ahogy én feküdtem le tegnap, ma keltem, és folytatom a dolgokat, ugye tegnap megírtam a szerződést, ma már megyek ezt kivitelezni, ugye ez folytatás. Ugyanúgy egyik élet folytatás másoknak. Hogyha én tegnap loptam, ma felkeltem, és ma elkapták, visznek börtönbe. Ugyanúgy abban az életben csináltam valami rosszat, ebben az életben megkapom vissza. Vagy jót csináltam, akkor jót kapok. Ugye például védek magyaráznak, azok a személyek, akik jót tettek az előző életben, akkor ebben az életben anyagilag biztosítva lesz nekik, akkor mondja, a szép, hogy valaki szép, hogyha valakinek van biztosítva anyagi háttere, egészséges, ez minden juttetteknek a eredménye, előző életnek. Ugye? És van a kavarásuk. Például szép, gazdag, beteg. Tolókocsis. Ugye? Vagy szép, egészséges, szegény. Ugye? Ez a jó, rossznak a kavarásuk. Így össze van keverve. Szóval így működnek a dolgok. Ezért a legfontosabb,
ez mindig először alapot, ki vagyok én, másképp nem fogok tudni építeni tovább. Oké, esetleg vannak kérdések. Nekem van kérdésem. Érthető volt, kikövethető volt, nem mondom esetem? Igen, de mondjuk a kérdésem ott, tehát, hogy a lélek előtt, tehát megérdezni, hogy ki vagyok, az előtt volt egy szint, hogy bekategorizálom magam nőként, hogy én mit tudom én, hogy irányító típus vagyok, vagy stb. De ezeket a kategorizálásokat, ezt hogy csinálom meg, mert ős elég sok mindennel foglalkozom, és akkor ebből, amit felsoroltál, de elég sok mindent csinálok, és hogy akkor most igazából mi a kategória, hogy akkor mi az, ami tényleg én vagyok. Minket csinál a dörömmel, nem? Szívből. Uh-huh. Ez egy sokasági tény van, igen, amiben... Kapcsolva. Amit mondjuk, hogyha mondanak, na figyelj, most csak egyet kell csinálnod. Válasz ki, melyiket fogsz tudni egész életben csinálni szívesen. És talán ez. És nem mindig, valamikor kell egy kicsit várni a döntés előtt, mert úgy van, hogy nekünk meg kell kicsit tisztítani a tudatunkat. Hogy jobban lássak, mert valamikor ember valamilyen hatások miatt hamis dolgot tud látni. Jó, őszinte, mert minden, de nem biztos, hogy jól lát. Ezért kell néha szünetelni. Vannak sok, akiknek nem kell. Például, aki egész életben énekel, Michael Jacksonnak, az már gyerekkortól lehetett látni, hogy neki ez a küldetése. Ott neki nem kellett várni. Nekünk sokszor meg kell várni egy kicsit. Analizálni kell, gondolkodni. Ideek, amit csináltam, mi az, ami legjobban bírtam még akkor is, mikor nehézségek voltak, de tudtam folytatni, míg amíg nem bírtam folytatni, mikor nehézségek voltak, szóval egy kicsit analizálni kell, akkor van ilyen lelki gyakorlatok, amik tisztítanak a tudatot. És amikor tisztul a tudat, akkor tisztán kezdek látni. Szóval amikor mondanak, hogy a látnok, meg nem látnok emberekről, mi azt mondjuk, hogy nem én mondjuk a védek, hogy a látni valamit lehet, hogyha tiszta a tudat. Mindent lehet látni, hogy ki kicsoda, én ki vagyok, nekem mi a küldetésem, erre kell kicsit legyen tiszta a tudat. Megint türelem kell. Hogy idő kell egy kicsit, de ki fog derülni, ahogy már elején is beszéltünk, hogy szívesen lehet tovább beszélni egy kicsit, és analizálni egy kicsit, hogy tudás kell, és türelem kell ezzel. Jó? Szóval így semmi nem történik itt. Jó? Még valakinek? Nincs tudni. Kérdés. Oké. Okay. Valami más téma, hogyha valaki gondolt, na, én ilyen más témát akartam kérdezni, mikor jöttem, kíváncsi volt vagyok valamire, hogy ez most van, vagy nincs. Miért van az, hogy mondjuk valakinek megvan a küldetése, mondjuk, hogy ugye, vagy ő úgy érzi, hogy valamit itt szívvel, szeretettel csinál, és mondjuk úgy hozza az élet, hogy valami miatt ezt nem tudja tovább csinálni, és változtatni akár, és egy olyan helyzetbe keveredik bele, ami neki nem jó. És ugye ezáltal nem tudja azt csinálni, ami neki örömet okoz, és ami szívből jön. Uh-huh. Többféleképpen, többféle ok lehet ennek. Valamikor lehet, hogy ez egy karma. Karma az azt jelenti, hogy nekünk minden karma. A helyzetünk, amiben mi kerülünk. A mi testünk, ez egy karma, eredmény. Ez az én múlt életemnek, cselekvésemnek az eredménye. Meg az új lenyomata. Az én új lenyomatom nem véletlenül csak úgy fogta és ilyen lett, hanem minden kódolva van, ahogy én viselkedek most. Én most is már teremtem, kódolok be, hogy fogok kinézni a következő életben. És a helyzeteket is. És ezek a helyzetek, amiket én most nem tudok megváltoztatni, amibe kerülök, ez múlt életből kaptam. Ilyenkor a legjobb tanulni. Ezeket a helyzeteket kapok azért, hogy tanuljak. Ez egy edzés nekem, az én tudatomnak.
Mikor megtanulok, akkor el fog múlni ez a helyzet, és fogok tudni végezni a küldetésemet. Ez azt jelenti, hogy még nem vagyunk rá valamiért kész, valami még kell finomítani magamba, mindig magunkat kell néznünk. Mikor valami történik velünk, a igazság az, hogy magamat nézek, nem mások miatt. Mások eszközök az én karmámban, hogy valaki engem megbántott, csak egy eszköz megkapok, ami nekem kell. De nem traumának kell próbálni megélni, hanem megérteni, miért kapok, mit kell változtatni, mi az, amit kell finomítani. És én ezt értem, ezt a kérdést, mert nekem is nagyon sokszor voltak akadályok a dolgokban, amit szerettem volna csinálni. De amikor visszafele nézem, hogy látom, hogy ezek nagyon kellett voltak, mert lehet, hogy sokféle gázos dolgokat csináltam volna, hogyha már akkor kezdtem csinálni valamit, amit gondoltam, hogy jó. Mert ezek mindegyik csiszolták, finomították, belső munkára invitálták, és azért hasznos volt. Szóval nekünk ezt kell nézni. Sose kell változtatni a körülményet. Lehet próbálni, mert valamikor kell. Igen, úgy van, hogy amit tudjuk, változtassunk meg, szóval nem úgy, hogy minden fogadjuk el, nem. Meg kell próbálni valamit változtatni. Amikor látom, nem változtattam, nem tudok már, nem az én hatáskörömben van, akkor ezt kell fogadni. És kell intelligens lenni, megkülönböztetni, melyik az, amit változtassam, melyik az, amit el kell fogadnom. Igen. És amit elfogadom, akkor ez belső munka kell legyen. És mikor megvan, feldolgoztam, akkor megváltozik a helyzet, és fogok tudni küldetésemet végezni. Ez így sokszor így működik. Mert a helyzetek, nehéz helyzet, ez mind tanítás nekünk. A világunk kommunikál velünk, mint a testünk. Például, hogyha rosszul kezdek táplálkozni, fog velem kommunikálni a szervezetem? Fog, beteg leszek, rosszul leszek, nem lesz energia. Hogyha én valakivel nem harmonikusan kommunikálok. Vissza fog jelezni, megsértődik, panaszkodni fog, de miért velem ezt csinálod, sose csináltam veled így, ugye? Hogyha nincs harmóniában bennem, és én másokkal ezt csinálom, akkor ők visszajeleznek. Test is visszajelez. Univerzum is visszajelez. És ezért a helyzetek, amiben én kerülök, ez visszajelzés, hogy én nem jól csinálom. Nekem kell megnézni, mi az, amit változtassak, ugye? Ugye, amikor rosszul táplálkozol, problémáim vannak, akkor nem valaki rossz, hanem akkor, hogyha megváltoztassam a rendes táplálkozásra az egyemet, akkor megváltozik a testemnek a működése, és akkor egészséges leszek. Ugyanúgy az életemben. Fájdalmak vannak, nehézséghelyzetek vannak, belül változtatom, megszűnik a külső. Közben van egy mellékhatása, erősebb leszek. A nehézségek, amiket kapok, akkor is, amikor a küldetésemet szeretnék végezni, ez erősebbet teszi engem. Az életnek a nehézségeket nem kell elszaladnunk, hanem úgy kell látni, hogy az életünk, ez a tudatunknak az edzőpálya. Amikor mi megyünk terembe, gyúrni, vagy futni, vagy bármi, úszni. Mi, amikor megyünk egy ilyen edzésre, akkor sose gondoljunk, hogy már stresszben vagyunk, most olyan kell ezeket a nehéz dolgokat emelni, vagy húzni, vagy valami, hanem örömmel megyünk. És akkor most nehéz. De mi örülünk ennek a nehézségnek. Mert miért? Mert tudjuk, ez engem erősé teszi. Ugye nem megyünk mondjuk edzőterembe, és ilyen súly nélkül, vagy valami nélkül csináljuk, mondjuk csalni fogunk. Tudjuk, ettől nem leszek erősebb. Nekem kell egy kicsit terhelés. Érzem utána egy kicsit így fájnak az izma, és érzem, hogy ez egy nekem segít. Szóval ugyanúgy az életünkben, a tudatunkkal mi edzünk, mi megyünk, vannak nehézségek, mi vállaljunk, mi dolgozunk, és erősödünk, edzünk. Mert egyik bölcsember se lett csak úgy, hogy felre világít neki a fény a nap, és akkor ő lett bölcs. Nem, ő pont azért bölcs ember lesz,
kiegyensúlyozott, megrendhitetlen a tudat, mert egész életében edzett a dolgokban. És akkor így erős lesz. Ezért a küldetés ezt, néha kell ilyen edzés. Nekem ez egy kérdésem. Tehát úgy, ahogy egyedi a szemünk, az iriszünk, meg az ujjlenyomatunk, lehetséges, hogy mindenki a világban egy olyan kis darabka, akinek van egy olyan egyedi küldetése, amiben ő éppenséggel a legjobb, és igazából azt kéne megtalálni, amiben ő legjobb, és ő a kis puzzle az a rész, amivel legjobban ehhez a világhoz hozzá tudjál mondani. Hogyha most így függetlenítünk egy kicsit a karmától, meg az okozati törvényektől, akkor elképzelhető, hogy igazából azt kéne megtalálni. Tehát nem csak az, hogy mondjuk én fotós akarok lenni, vagy orvos akarok lenni, hanem egy olyan szegmest, ami konkrét cél, amiért leszülettem, hogy ezáltal hozzak egy pozitív változást a világban. Ami ugye nem rólam szól, kifejezetten mondjuk, az rólam szól, hogy orvosat akarok és akkor ott nem lehet. De lehet, hogy van egy olyan extra célom ezen belül, amiért én azért születtem le, mert mondjuk sok rossz vakcina van a világban, ami negatív hatással van a gyerekekre, meg a felnőttekre, és itt szeretnék egy olyan eredményt elérni, amivel kevesebb sérülés lesz a vakcinázásokat. Tehát most mondjuk csak Igen, mindannyian egyéni személyek vagyunk, és mindig maradunk. És ezért mindig egyéni küldetésünk van. Annak van megint szintek, hogy amúgy elkülöníteni a karmától ezektől nem lehet ezeket, mert az én mostani küldetésem ez kapcsolatban a karmával azért nem lehet elkülöníteni, mint a hőt a tűztől. Hogyha van gyertyaláng, a hőt nem lehet különrakni, az annak a része. És ezért nekem a küldetésem most karma az nem lehet elkülönteni, lényeg, hogy igen, nekünk mindenkinek van egy kicsit kisebb egyéni dolog. Az biztos, hogy mindegyik megy a pozitivitásba, hogy a puzzle a világban működik úgy, hogyha én a magamat jóval teszek, jobb emberre. Ott kezdődik az egész. Utána, amikor jót teszek, én vonzom, mondhatjuk most egy kicsit ilyen pozitív energiákat, akkor én kezdek tisztán látni, és most megint ez a tisztán látni, nem kavarjunk össze ilyen, mit tudom én, misztikus varázslókkal. Tisztán látni, ez azt jelenti, értem. Ez a belső megérzési látás, hogy én tudom, hogy én biztos ezt fogok csinálni, ez is egy látásmód. Ugye? És egyébként lesz. Végül, mikor mi beszéltünk az Isten szeretetről, az is egyéni lesz. Szóval az nem milyen kupacban vagyunk. És ezért ez a kis misszió küldetés ugyanolyan egyéni kell legyen, mert végül, hogyha akárhogy én embereknek is akarok itt, vagy a világot jóvá tenni, ahogy mondtál, berakni egy kis pázlimat, az is, hogyha fölfele megy cél Isten irányi szeretet, és így építek, akkor ez nagyon szép és nagyon egyéni lesz is. Nagyon erős is lesz. Szóval mindig a főső dolgokat kell látni, akkor leghatékonyabb lesz. A probléma sokszor az embereknek, hogy nem éreznek ezt a kapcsolatot, hogy csak én itt élek, én úgy élek, hogy én hogy leszek itt sikeres. Nem leszek úgy sikeres, hogyha nem próbálok lelki szférába sikeres lenni. Emberek gondolják, hogy van a lelki dolgok, és van az én életem. Ez ilyen nincsen. A lelki dolgok vannak, és hogyha a lelki törvények vannak, és hogyha én ezekkel foglalkozok, akkor összeáll minden puzzle. Anyagi puzzle összeáll, és akkor harmóniában megy az anyagi dolgok. Szóval az így működik. Az a legjobb. Amikor én csak anyagi dolgokkal foglalkozni fogok, akkor az lesz, mint a cirkuszban a tányérakat pörgetem, és szétcsúszok. De amikor lelki, akkor beáll minden, minden beáll. Hogyha nem tudom, jogával mennyire ismerős, ugye van a jogáknak, a jogának van az asana, de van magasabb ez a pránayama, a légző gyakorlat.
hogyha ászánával nagyon sok mindent kell csinálni, a pranayámával nem kell sok mindent csinálni, hanem hogyha én megtanulok pranayáma által, pranayáma, az azt jelenti, hogy kontrollálni a pránát, az életlevegőmet, az minden energiát testemben. És ha én ezt megcsinálom, megtanulom ezt, akkor nekem nem kell ászánázni, nekem tökéletesen fog működni a test. A legjobb, nem kell orvos, nem kell semmit csinálni, mert prána kontrollál testünket, hogy én kontrollálom pránát, akkor harmóniában lesz a testem. Ugyanúgy, így, hogyha én a lelki dolgokat próbálok, akkor harmóniában lesz minden. A család, a küldetésem, és egyéni lesz, az fontos. Mi egyéni leszünk, és ez mindig csodálatos egyéni, mert mindannyian vagyunk csodálatosan egyéni személyek. És ez kihúzza még jobban, még élenki leszünk, amikor lelki dolgokra ne rakjunk ki az életünk. Mert miért? Mert minden más úgyis elveszítünk. Ez elmúlik. De hogyha van az, akkor az nem lehet elveszíteni sosem. Mennyire építettünk ezt, most nem az életben, következő életben ezzel folytatjunk, és rögtön biztosítva van anyagi dolgok. Ugye, még egy rövidet mondom, hogy Bhagavad Gita-ból ott van egy kérdés, hogy mi lesz azzal, aki valamilyen szinten lelki dolgokkal foglalkozott. És akkor erre a válasz az, hogy ez az ember, aki lelki dolgokba foglalkozott, svapamasasa dharmasya, csak egy pici lépést teszi lelki irányba, akkor ő már trayate mato bhayat, meg lesz védve minden legrosszabb dolgoktól. Szóval nem anyagi dolgokat, minket nem védenek semmitől nagyon. Kicsit védenek most, nem vagyok kint a hidegben. Persze nem lehet hanyagolni, de a lelki által ember meg lesz védve a legnagyobb veszély, és következő életben automatikusan, mivel ez a legtisztább tettek a lelki, következő életemben ez az alap lesz, hogy a gazdasági rendszer nekem otthon nagyon jó lesz. Az az alap. Hogy nem kell gondoskodni, hogy hogyan mondjuk szerzek a gazdasági biztonságot. Szóval azért mondom még egyszer, lelki minden biztosít. És ez fontos. Másképp mi az értelme az életnek, hogy minek építjük minden, utána meghalom, minek csináltuk. Akkor frusztráció lesz halál pillanatban, hogy minden értem, ahhoz is értem, de minek értem, az nem értem. Szóval ki vagyok én, mi az élet értelme, mondhatjuk így, ez a legfontos. Akkor leszek egyéni. Jó? Igen. Szeretnék kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ha már az élet, akkor a halál is érdekes, hogy tényleg van-e többszöri kilépés lehetőség. És ez miért van, ha igaz? Ha igen, akkor ez miért van? Uh-huh. És ha nincs, akkor az miért van? Miért van az, hogy van tesz halál, vagy akár most balesetben nem haltam meg rá egy év múlva, meg meghalt, most pont egy férfi. Hogy ez mi, hogy van? És halál után hova megy a lélek? Úgy ezt így szeretnék kérdezni. Úgy van, hogy mikor mi kapjunk ezt a testet, én tényleg javasolok egy kicsit megnézni, hogyha kíváncsiak vagytok, mert ott hosszan magyarázok ezeket, hogy pontosan, hogy keletkezik a halál, mi, hogy hogyan kapok ezt a testet, hogy fejlődik, miért pont ilyen testet kapok, van hosszú előadásunk. Röviden annyit, hogy amikor megkaptunk ezt a testet, már megvan nekünk, hogy mennyit fog élni ez a test. És egy pillanattal hosszabb nem lesz az életünk, és egy pillanattal rövidebb sem lesz az életünk. Tehát nincs kilépési lehetőség, ez a kulcs. De van, amikor kilépsz, de visszalépsz, mert még nem kell meghalni. Olyan van, ugye, amikor valakit visszahozzák a kórházban már baleset, és amúgy ott látják, leállt a szív, akkor ezzel a defibrillátorral, bum, meg mindenféle dolgok, visszajön. Mert nem azért, mert orvosok megmentették, azért, mert nem volt ott az idő meghalni. Még van dolga. Szóval ez így működik. Elnézést, hogy közben vágok, csak úgy azonosak, hogy de mi van, hogyha meggyilkos lesz valaki?
Igen, az igaz, mert van nekünk valamilyen némi szabad akaratunk. Mi tudjunk valamiben belenyúlni. És ha aki öngyilkos lesz, utána ez büntetés, mert nem lehet megölni még saját magát sem. Senkit nem lehet megölni, magadat megölsz, és ez bűn dolog. Mert ez a test, ez mi kaptunk arra, hogy használjuk jó dolgokra, mint a cégnek, hogyha kapsz egy gépet, és akkor eltöröd, akkor neked ki kell fizetni. Ugye? Ugyanúgy ezzel a testet. És én be tudok avatkozni, igen, mondjuk ennek a testnek 100 évet kell élni, és akkor fogom és megölöm magamat. Igen, beavatkoztam, de akkor ennek lesz következménye. Általában ezek a személyek nem kapnak új testet egy darabig. Őket neveznek a szellemek. Ugye? Ők nagyon szenvednek. Le van írva, mi történik velük. Ugyanolyan vágyok, igények vannak, de itt a világban igényeket, vágyokat lehet teljesíteni csak ebbe a testbe. És ők nem kapnak ezt a testet, hanem ilyen finom fizikai, szellemi test. És nem tudnak teljesíteni, de ugyanúgy vágy, és nagyon-nagyon fáj nekik, nagyon szenvednek. Igen. Na minden, mi van a lélek, amikor meghal? Különböző változat van, attól függ, hogy én milyen életet éltem. Akkor úgy fogok távozni, még a maga halál is mindenkinek más, ahogy mondtam, hogy ha ember mondjuk rossz volt, bűnös cselekvést végezte, akkor neki a halál rossz lesz. Ghost filmet, ki látta a ghost filmet? Ez nagyon közel a védikus írásokhoz, hogy amikor rossz fiú meghalt, akkor jöttek ilyen szörnyetek kiszedni őt, és akkor vitték el. Emlékeztek? Aki jó fiú volt, az nem volt semmi probléma, ott kellett még maradni, segíteni a lánynak. Igen, a védikus írások magyaráznak, hogy a rossz életet éltem, nem voltam tudatos, bántottam mindenkit, és kihasználtam, akkor fájdalmas lesz a halál, és jönnek ezek a csodabavarok, akik engem kiszednek, és egy darabig fogok ebbe a testbe kapni megfelelő szenvedéseket, vagy megszülettek egy ilyen helyzetbe, ahol én visszakapok mindent. Ugye, például miért születnek, ott vannak a Szíria most, és akkor sok embert szétbombáztak, meghaltak ott. Együtt kell érezni, nem kell volna, úgy kell nekik, persze, de ők nem véletlenül kapták. Amikor ők valamikor valakikkel megcsináltak rossz dolgokat, ők fognak születni olyan helyen, ahol akár ezek a lelket tömegesen egy helyen születnek, ahol őket vagy kínozni fognak, vagy bombáznak, vagy felszállnak a Titánikra. A Titánikra egy véletlen lélek nem hat meg ott, akinek nem kellett. Az karma az olyan profi, hibátlanul összeszedte a Titánikra tömeget, akinek akkor kellett meghalni, és viszontlátásra. És akkor lehet állati formában születni, lehet születni a növényi formában, a lélek, mi tudjuk. Hogyha nem csinálunk jó dolgokat, akkor elveszítjük, mert emberi születés, adható bráma dzsigesz, ritka. Nagyon ritkán emberi testet kapjuk. És mondják a védek, hogy ez a testet, mikor kapsz, akkor kell használni a fejlődésre. Kérdeznél a magasabb dolgokat, az abszolút igazságot. Mert hogyha ember él ebben a testben, elszek, alszok, szoporodok, védekezek, állatok ugyanazt csinálnak. Állatok esznek, szoporodnak, védekeznek. Ugye? Akkor nekem minek ez az emberi test, akkor nekem állati testben ugyanazt fogok csinálni. De a különbség az ember és állat között az, hogy állat nem tud kérdezni, ki a lélek, mi a lélek, én ki vagyok, ki Isten, de nem tud. Amikor emberi testben vagyok, akkor ezt meg tudok kérdezni. És erre is való a test, emberi test, hogy ezt kell kérdezni. Miért születem, miért kell szenvednem, mi az értelme az életnek, mi az életnek a célja, mi az én küldetésem. Ezek az emberek születni fognak emberi testekben, folytatni. Aki kezd kutatni, az ez a lélek, ugye meghal,
akkor vagy egy darabig, vagy rögtön nem fog kapni új szülőket. Most ezt nagyon kérdezi, mi lesz a léleke. Hogyha mondjuk emberi testbe kell születni, akkor ő történik, amikor én haldoklok, akkor ahogyan én éltem egész életemben, milyen tudatban voltam, ez kezd építeni nekem halál pillanatban egy tudott állapotot. Úgy mondják, hogy báva. Én most röviden magyarázom. És milyen tudatban vagyok, és mire gondolom, amikor meghalok, akkor olyan szülőkhoz fogok menni. A gyereknemzés se véletlen dolgok. Amilyen tudatban nemzenek a gyereket, akkor hasonló, azonos tudatú lelket bevonzol. Ez nem csak, hogy a magzat belkerül a petefészekbe és visszatláthasson. Nem, sokkal finomabb. Nem a lélek választja, hogy hova akar leszületni a kis lélek? Nem, van, mert a karma meghatározza. És az a karma az alapján, milyen tudatállapotban vagyok, meghatározza. A lélek tud választani, úgy mondják, aki szent ember, felszabadult, például Jézus. Na, ő választotta a szülőket. Mi nem választottunk, mi a karma szerint kaptunk. Igen. Bocsánat, igen, de olyan csak alópik eset ilyenkor, hogy van, mert ezt nem mondom, igen. Ez nagyon negatív módszer, nem egy jó módszer, amikor lombiznak, csinálnak, és általában nem annyira nemes lelkek jönnek. Mert vannak olyan lelkek, mostani korban, ez úgy van még a világunkban, hogy van egy léc, hogy neked milyen, mennyire nemes lélek kell, hogy legyél, hogy emberi testet kapjál. Ebben korban lejje van a léc. Hogyha meglátjuk, most nagyon állatias emberek is vannak, ugye? Nagyon. Miért? Mert adták lehet, most van-e lehetőség, még kevésbé méltó emberre kapni emberi testet. Akció. És azért akció van, akció karácsonyi vásár, és ezért most ki ezek a módszerek könnyítenek a helyzetet. A nemes lelkek akkor jönnek, mikor a szülők terveznek a gyereket. Mi most azért együtt leszünk, nem is akarunk gyereket. És mi most próbáljuk nemes dolgokra gondolni. Legjobb, hogyha valaki meditál előtte, imádkozik, és így fog nemzeni gyereket, akkor be fog vonzani egy ilyen lelket. Hogy amikor kábítószer hatás alatt, vagy alkohol hatás alatt nemzenek gyereket, akkor látja, hogy milyen gyerekek jönnek. Úgy mondják, hogy nem kívánt népesség. Azok aljás gyerekek, minden törnek, vagy már pszichikai ilyenek lesznek. Azért, mert sokszor nem jó állapotban voltak a szülők. Nem minden 100%, mert valamikor szülőknek jár egy ilyen gyerek büntetéskor. Olyan is van, szóval igen, van, amikor... Tanítás. Van egy ilyen tanítás, igen, most neked meg kell tanulni, ilyet szeretni. Valami kicsit nehéz. De akkor nem úgy van tulajdonképpen, hogy mi lélek szinten ugye eldöntjük, hogy hova szeretnénk születni, milyen szülőkhöz, és mit kell megtapasztalnunk, de valamilyen szinten ez véletlenszerűen bevonzák a szülők azt a lelket? Nem, ugye véletlen... Ugye az tudatállapot, meg akkori állapotuk szerint? Véletlen nincsen. Itt semmi nincsen véletlen, mindennek van következménye, oka. A nagyon finom mechanizmus az egésznek. Általában azt kapok, amit én akarok, de nem úgy, ahogy én gondolom. Például, hogyha az ember, csak egy példát mondom, hogy ember mondjuk egyfolytából mondjuk csak nem életre gondol. Én meg fog kapni a következő életben olyan lehetőségeket, hogy nem életet éljen naponta többször, csak akkor lesz belőle majom. Mert majmok ezt csinálják. Szóval vágyak nekünk teljesülnek. Vagy kakas, vagy valaki lehet. Mert azok is iparban dolgoznak. Nagy iparban. Szóval mi kapjunk, hogyha mondjuk valaki nagyon ragaszkodik a húshoz. Hús. Jó, oké, ott van a tigris. Akkor teljesül a vágy,
Csak nem, ahogy te gondoltál. Nem emberi testbe, mert emberi test nem való húsevésre, akkor, de tigris tökéletes, hibátlan. Arra minden olyan ragadozó állam, nem csak tigris. És akkor ember, ez a lélek oda fog születni. Hogyha nemes vágyak vannak, az is lesz teljesítve, de akkor nemes módszereken. De ezt meg kell tudnom, mi ez a nemes, mert sokszor ember kitalálja. Én szerintem ez is jó, és ez is jó, ez is jó. Ez a te szempontból. Igen. De van egy más ember azt mondja, hogy pedig az is, az is, az is jó, és ez lehet ütközik. Ezért van egy abszolút jó, ami Istentől jön, és hogyha ő azt mondja, ez is jó, és hogy így csinálod, akkor biztos jó lesz neked, na akkor én fogok kapni jó családot, jó mindent. Ezért mondtam, amikor, hogyha én teszek a lelki fejlődésbe egy pár lépést, az már fog nekem jó biztosítani, jó szülőket. Ők nagyon szépen fognak engem szeretni. Megint, anyagi háttér, ez egy alap dolog, az kell, hogy legyen mindenkinek. Ha lesz jó anyagi háttér, szerető szülők lesznek, és akkor itt lehet sorolni. De akkor meg kell tanulnunk, nem kitalálnunk nekünk, mi a jó, mi a rossz, hanem meg kell tanulni, mi a jó. Jó? Ez nem egyszerű. Nem egyszerű, így van. És hogyha megkapja a jó szülőket, az anyagi hátteret, és mégsem gondolkozik így, hanem csak él állatias módon, eszik-iszik. Akkor az tetésen értem el, hiszen utána megkapott annyi mindent, és mégsem fejlődik. Igen, igen, mert csinált valami jót, hogy megkapta ezeket, és most kapta le jó lehetőséget, és lehet nem élni vele, akkor utána elveszítesz. De nem lesz ebben az életében akkor valami kis terelés, az itt csak segíteni. Lesz. Mindig van, minket mindig próbál terelni, a jó Isten akar, így is lehet mondani, mindig próbál, csak még kérdés, veszünk adást, vagy nem veszünk az adást? Értem. Igen. Mindig. Pont kérdés, nem, hogy ő neki lehet, hogy pont nem a jó anyagi létbe fog tudni fejlődést tanulni. Valamikor igen. Valakinek kell nehéz körülmények, és akkor is tud fejlődni abban, igen. De erős, aki jó, erős, nemes, nemes személy, neki azért jó, hogy nincsenek ezek a nehézségek, akkor ő az egész koncentráció megy, hogy fejlődjen. De valakinek kell nehézségeket, hogy felébredjen. Vagy miért velem ez történik, miért úgy, mert én, hogy megtanuljak érzékeny lenni, mert nagyon fontos érzékeny lenni másokra, együtt érező, és ez csak akkor, amikor velem ez történik. Akkor fogok átélni, amikor másnak problémája van, mert az én fejlődésem az megint nem lehet elkülöníteni az, hogy mások felé legyek érzékeny, szeressek, vagy legalább együttérző legyek, segíteni próbálják, az ugyanúgy része a fejlődésnek. És nehézségek ezt néha ébresztenek. De azok, akik fejlettek, és jó körülményekben vannak, ők már bennük már van ez. Nekik már nem kell. Azért valamikor nincs is nehézség semmi, mert ő már mindenkit érzi, együttérzi, és akkor gondoskodik. Már olyan, hogy utolsó élet. Rajtunk múlik igazából. Mi mindenünknek lehet most utolsó, de utolsó élet, ez nem azt jelenti, hogy többet nem létezek, hanem az anyagi utolsó élet, mert lélek vagyok. Én nem tudok megszűnni. Én nincs ilyen opció lélekben, hogy nincs. Mi örökkéek vagyunk. Most nem tudjuk ezt megérteni, mert most a mostani tudatunk ezzel a testtel korlátozva van. A lélek fogalom örök a tudat keretein kívül van. Ezért nem tudja megérteni, hogy vagyok én lélek öröki. De meg is tudjuk érteni, mert nem tudjuk elképzelni, hogy el tudjátok képzelni, hogy ti nem voltatok valamikor? Vagy nem lesztek? Ez nem lehet elképzelni. Miért? Mert ez a léleknek a megérzése. Hogy én nem tudom, hogy én nem voltam. Ez a test lehet, hogy nem volt, és ez a test lehet, hogy nem lesz, de én nem voltam. Én vagy nem leszek, ez ilyen nincs. Nem is tudok ezt megérteni. Hogy nem megszűnek. Nem szűnek meg én sosem. Nem emberi, nem fizikális testbe. Nem ebben fizikai testben, igen. De léleknek van szép testje, van lelki test. Ugye? Még szebb, mint ez.
mert az öregszik, szét fog csúszni, azt kell csinálni, majd 20 év múlva megkötni állkapocsot, igen, gerinc, minden fáj, de lélek nem romlik. Ez a különbség, azért mondják, hogy lélek, ez anti-anyag. Mert anyag, az változik. Öregszik, betegszik, meghal. A lélek nem változik. Öröki szép, öröki fiatal, öröki ragyog. Ez a különbség. És aki ezt megvalósította, az az utolsó életében nem kell neki ez a test. De sokan félnek, jaj, akkor mi lesz velem? Akkor nagyon boldog leszek, mert lesz kapcsolat Istennel, szeretett kapcsolat, és akkor igazából a lelki, van ez az anyagi világ, és van a lelki világ. Ott van családunk, ott van cselekvésünk, ott van a mi kis missziunk, egyéni kapcsolat Istennel, szeretetteljes boldogság. Ez a világ, ez a tükrözés annak a világnak. És itt van mindig születés-halál, ott nincsen születés-halál. Én mi jöttünk ide, megtapasztalni egy pár dolgot, és amikor rájövök, hogy itt mindig át kell lenni szenvedéseket, és betegségeket, és halál, akkor kezdjünk kutatni, fejlődni lelkileg, és amikor megtaláltunk utat, és megtisztítjuk magunkat, elérjük meg egy lelki állapotot, akkor visszamegyünk. És ez az utolsó élet, aki visszatér lelki világba, Jézus mondta, az Atyánk királyságába. De ott szép. Ott ez nem felhő, ahol Halloweenbe fogunk ülni és unatkozni, lógatni a felhőről a lábunkat. Nem. A lelki világ szép. Ezért az anyagi világ, amit látjunk, nagyon szép, ugye? Kimegyünk a természetbe, hihetetlen szép. És ez csak egy tükrözés az eredeti szépségnek. Nekünk is néha, amikor fiatalok vagyunk, szép a testünk. És ez csak tükrözése a lelki szépségének. Szóval mi mindannyian vételen szépek vagyunk a lélek. Ja. Oké. Okay. Igen. Kérdésem, amíg ellenérik az dekadrálatot, addig ugye nagyon duális világban élünk. És ennek a duális világnak ugye van egy jó, meg egy negatív kórusa. És azt nem tudom, hogy hiszen nem látom tisztán, hogy a védikus megközelítés a negatív jelenléte, azok a negatív erőket azt a majának tulajdonítja, vagy lehet erről mélyebben tudni, mert mi nem csak negatív eseményekkel, cselekményekkel találkozunk, hanem negatív entitásokkal is, azt gondolom, hogy erről kérdezhetek, hogy ez tehát a védikus megközelítés erről micsoda? Védikus megközelítés az, hogy van, ez van, ezt nem lehet fogni és hanyagolni. Nekünk ahhoz, hogy mi fejlődjünk, kell látni először különbséget. Jó és a rossz, pozitív és agresszív. Amikor valaki fellép a lelki szintre, na akkor törlődik az oké. De ez ott, ez nem nekünk. Nekünk most kell számítani vele. Igen, ez létezik, hát amikor valaki kirabolja a házamat, az nem lehet mondani, hogy de pozitív dolog történt, nem kell takarítani, nincs mit. Nem, és nekünk meg kell védeni, kell becsukni, zár, minden, és kell választani, hogy kivel fogok társulni. Van negatív emberek, hogyha velük társulok, degradálni fogok, pozitív emberekkel társulok, fejlődni fogok. Nekem nagyon is kell különbséget tenni. Nincsen, hogy minden jó. Hát akkor lövünk be magunkat, egyik, másik, ide. Nem. Miért van az, hogy mondjuk tudja az ember, érzi, hogy mondjuk negatív számára egy lélek, vagy egy ember, de mégis ahhoz vonzódik, és nem tud tőle elszakadni valami miatt, és ő neki miért kell folyamatosan ezt az ingert megtapasztalnia, amikor ő tudatosan tudja, hogy ő neki ez nem jó. De... Ez egy jó. De mégis ragaszkodik hozzá, és nem tud elszakadni. Ez miért van? Ez is van ilyenféle büntetés karmikus, amikor van olyan, amikor ilyen kapcsolat, amit te mondtál, valamikor
tudjuk, hogy nem így kell csinálni, de megint ezt megcsinált, és újra kerültem ebbe a helyzetbe. Nem tanultam meg, megbuktam a dolgokat. És ezért ugyanúgy már tudom, hogy nem kell nekem el az emberrel lenni, de mégis megyek, vonzódok, és megint kapok tőle egy mondjuk adagot, traumát, vagy valamit. És az addig fog történni, ezek a köröket járunk, ameddig nem tanuljuk meg a vizsgát. Amikor megbuktam, mint az iskolában. Megbuktam, akkor következő évben újra kell mennem erre, ugyanerre a vizsgára. Szóval itt is. Amikor de lenne az én döntési jogom, nem? Szóval, hogy én dönthetnék úgy, hogy felülírom, és a szabad akarattal én azt választom, hogy én tovább lépek. Igen. De mégis nem lépem ezt meg, pedig tudom, hogy meg kéne. Így van. Valamikor pont ezt meg kell tanulni, hogy amikor most legyek határozott. Valamikor ezt kell megtanulni. Valamikor nem fogok, gondolom már nekem csak dönteni kell, de nem fogok bírni dönteni, mert akkor nem ezt kell, más kell megtanulni. Szóval meg kell nézni, mi az. Vagy meg kell tanulni, hogy legyek határozott, döntsek, vagy valami más megtanuljak, és utána megváltozik a helyzet. Mert sokszor olyan van, amikor ugye engem mindig bánt valaki, de és én nem tudok saját akaratból megszakítani, mert ilyen a helyzet. De én mikor belül megváltoztam, megértettem a dolgokat, akkor vagy ő el fog tűnni, nekem sokszor nem kell változtatni sem, vagy ő eltűnik, vagy az ő hozzáállása megváltozó értelem felé. Mert ők csak mondom, ők csak eszköz, igen, a karma, a világ engem tanít, ő keresztül. És amikor én belül feldolgoztam, akkor ott nálam minden változik. Vagy eltűnik, és elmegy másikat piszkálni, vagy ő megváltozik felém. Rengetegszer ezt így láttam működni. Mindig úgy képzelem el, hogy vannak ezek az engramok, ilyen nyomógombok rajtunk végül, nem, amit így mindig más valami aktivizál. Így van. Akkor mindig más hatása, más ennek. Csak mondjuk ez olyan, ami ez amire én gondoltam, hogy tulajdonképpen nem lehet tudni, hogy ez most tanításképpen ragadok benne abban a szituációban, nem? És mondjuk lehet én vagyok az ő tanító, vagy nyilván kölcsönösen, és ezt meg kell élni, hiába én rossznak érzem, és ezt mégis csinálni kell, vagy pedig tényleg ott kell hagyni, és lépni kell, és más irányba, és ezt olyan nehéz szerintem így, nem? Eldönteni. Igen. Mert ez akár lehet egy tanítás is, de lehet egy rombolás is. Így van. És ez szerintem nehéz. Legalábbis számomra ez nagyon-nagyon nehéz. Igen. Sokszor. Igen. Ezért nagyon fontos a tudás. A tudás az változtatja, a rögtön a karmát változtatja, és adja nekünk egy erőt. Helyesen lépni, határozottságra. Szóval tudás nélkül mi semmit nem tudjuk megoldani. Egy leves nem lehet, hogyha nem tudjunk, hogy mi a karfió, mi a krumpli, ez is egy tudás, amikor én tudom megkülönböztetni a krumplit a cseresznyitől, ugye? Én akkor kell-e tudás erről, akkor hogy kell főzni, ez is egy tudás, hogy kell kombinálni fűszereket, tudás. Az nélkül nem lehet. És ugyanúgy a kapcsolatunkban, amit meséltél, hogyha van tudásom, akkor szépen, fokozatosan fogok tudni egyre nehezebb dolgokba lépni, változtatni, vagy elfogadni. A tudás az hogy kell megszerezni ilyen esetben? Uh-huh. Ha a föntiektől nem jön le valamilyen csatornán? Ez ne várjunk ilyeneket csatornán. Vagy így meg a saját bőrünkön a fizikán? Nem, hanem tudás, amit magyaráz, hogy a tudás általában mondják a védikus tudás, mert maga szó tudást jelenti. A hiteles tudás táplálja intelligenciámat. Ugye a döntések, elemzések, megértések, változások, az csak intelligenciás segítségével történik. Amikor fájdalomok történnek, tudatosság. Így ez a tudatosság, ez az intelligencia. És az intelligenciának az erő, hogy nehéz helyzetben tudjak meglépni, az csak intelligencia képes megcsinálni, és az ő energiaforrás, ez a tudás. Hiteles, védikus tudás. Uh-huh. Ez az, mert tudás az egy energia. Uh-huh. És hogyha én megtalálom a hiteles, nagyon fontos, hogy kitől kapott, ki az az ember, aki a tudás, az ember legyen hiteles, maga a tudás legyen hiteles. Minden hitelesebb, tisztább, és a személy, aki adja,
annál jobban kapok erőt, hogy lépjek előre. Kell találni ezt az embert. Igen. Ez a felelősségünk. Igen. Hogy keressünk embert. Igen. És megtaláljunk, és akkor tudjunk lépni előre. Meg a módszert is végül is. Hát ő fogad, a tudás, az minden. Tudás magában minden kell, ha tartalmazom. A módszer, helyzetleírás, hogy mi történik, mikor, mi a módszerek, mindent. Ez a tudás. Másképp nem tudás. Hogyha csak egy félig dolog, az nem tudás. Tulajdonképpen ott a sok esetben az érzéseinket kell ugye felülírni a tudatossággal, az érzelmeket. A nők nem fognak bírni ezt megcsinálni. Na, ez az, hogy igen, hogy nem is egy érzelmek. Nem baj, de ott érzelmeket meg lehet tisztítani a tudással. Nem, nőknek nem kell elveszíteni nőiségeket, mert mikor érzelmeket legyőzünk, akkor mi már nem vagyunk nők. Igen, mert akkor meg annak meg úgy érzed, de sokszor, hogy miért te van, nem? Igen, csak tudatosan gondolkodik. Ez mesterséges, hogy nincsen hozzáérzel, mi? Mikor akarok magamat megváltoztatni az érzelmektől, ez mesterséges dolog. Nem, hanem a tudás segítségével megtisztítom az érzelmeket, és akkor így megoldom nőisen az életemet. Ez a jó. A férfi férfiasan fog meg, neki intelligenciát kell tisztítani, a nőknek az érzelmeket kell tisztítani. Igen. Nem lehet összemosni. És ez a jó, hogy neki nem kell kimászni a bőrömből ahhoz, hogy működjön az életünk. Csak tudás kell, és akkor lépni kell vele, és fog működni. És például, amit az elején mondtál, hogy mondjuk egy lakás berendezése, vagy ugye elhelyezkedése egy hálószobának, vagy ugye a bútoroknak, vagy az ablakoknak, az elhelyezkedése mondjuk befolyásolhatja ugye az egész életünket. Igen. Akkor tulajdonképpen mondjuk lehet, hogy egy rossz élethelyzet, vagy mondjuk hosszú-hosszú ugye élethelyzet, ami rosszul, vagy nem számunkra nem megfelelően pozitívan alakult, annak mondjuk ennyi az oka, hogy mondjuk a ház, amiben élünk, az nem jó, rossz energiák vannak bele, vagy igen. Rossz helyen van az ablak, vagy a ágy, vagy ilyesmi. Igen, sokszor a táplálja. Már lehet, hogy emberekben van hajlam a konfliktusban, és a nem megfelelő ház tájolás és berendezés, az aktiválni fog és táplálni fog ezeket a konfliktusokat. De nem véletlenül választotta nem azt a házat az a két ember? Igen, a karma viszi, mert nekem, ahogy én választok, nekem ez ami nekem tetszik, az én karmám. Ugye? Igen, mert neked tetszik a piros, miért? Mert neked ez tetszik, mert ez a te karmád. Másiknak a zöld. És ezért te választasz mindig a pirosot, mert a karma szerint már pirosot fogsz választani. De mikor szerzel tudást, akkor fogsz tudni, jó az a piros, csak akkor ennek a pirosnak itt a helye kell, hogy legyen. Szóval amikor mi csak úgy választunk a házat, akkor karma szerint. De mikor tudatosan van tudásunk, hogy igen, nézd meg, hogy milyen kell legyen körülmény, hogy legyen tájak, meg minden a ház, akkor már nem karma szerint választok. Akkor már tudatosan, már kezd el kilépni, így van. Szóval a tudás keresztül én kezdek karmát változtatni is, nem karma szerint cselekedni, mindig egyre több és több erőm lesz, és meglátás, megértés, és én végül az a lényeg, hogy ne korlátozzon engem a karmám. Ez mint a sorsügynökség. Igen, azt szóval nem ezért... Azt nem láttam. Jó, egyik kedvenc film, ez erről szól. Igen, szóval karmát lehet is változtatni, az is nem végig. Például új lenyomatot nem tudok megváltoztatni, ez is egy karma, ugye? Vagy valakinek született, csak egy lába van, az is egy karma, de nem lehet kinőni lába. Szóval van merev pontok, de van, amit lehet változtatni. És kell is változtasson. Például a tudás. Például mi most beszélünk, ugye én beszélek a védikus tudást, és már változik nektek a karma. Már most. Miért? Mert változik mert ahogyan mi látjuk a világot alapban, ez a mi karmánk. Amikor kapunk tudást, ez kicsit kezd változtatni nekünk a látásunkat a világra. Aha, akkor így, akkor én lélek, örök, ez így működik karma, hogy itt
akkor már megváltozott a karmám, már megváltozott a látásom. És utána fog változni a cselekvésem, szóval így változik a karma. A tudás az alap, mindig tudás először. Még mindenkiben benne van, nem? Csak itt a körülöttünk lévő hatásokkal próbálják lebutítani, nem? Ami így van. Így. Szenzorainkat, a tudásunkat, szóval nekünk inkább azt kell kihozni magunkból, ami így bennünk van. Így van. Igen, ezért van meghatározás a lélekről. Hogy mi a lélek természete? Szát, öröki, csit, tudás. Lélek rendelkezik tudáson, és ananda, és boldogság. Szat, csit, ananda. Igen. Örök, tudás, és tudat is jelenti, és boldog. És mikor mi kezdjük újra olvasni, hallgatni tudást, ez segít nekünk, hogy tisztítjon a tudatunkat, és egyszer csak hozzáférjünk újra a mi tudásunkhoz. Persze, így van. Bennünk van, csak ez... Próbálják újra emlékezni. Amikor olvasunk, vagy hallgatjuk ezt, próbálják, hogy bejön újra az emlékezet is, akkor oké. Okay. Mert nem lehet megtanítani a lelket. Csak ki kell hozni belőle. Ja. Szakcsítanám. Nagyon jó kérdések. Be kell fejlődni? Jó. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó kérdések voltak. Kedvesek vagytok. Bocsánat, voltunk.